Hello srácok, én nem vagyok, ez megint egy újabb tarkós videó. Tegnap, tehát július 29-én megkaptuk az Event küldetés sorozatnak a 4., 5. és 6. részét. A mai nap pedig elvileg csak azok fogják megkapni a 7. részét ennek a küldetés sorozatnak, akik időben megcsináltak a 6. rész, hiszen miután megcsináld a part 6-ot, azután fog neked írni mechanik, hogy szüksége van 24 órára, hogy feldolgozza azokat az információkat, amiket ugye a laptopból ki tud nyerni. De ez majd ma délután ki fog derülni, hogy kapjuk el következő küldetéseket, vagy tényleg a 6. küldetés után kezdődik el a timer. És biztosan emlékeztek, hogyha nézitek a Tarkov TV-t, ott Nikita azt mondta, hogy a Previbe eventként előkészítenek nekünk egy nagyon hosszú és nagyon epikus küldetés sorozatot, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az az eventes küldetés sorozat, amit Nikita mondott nekünk. We have prepared different kind of events for you. One of it will be pretty big. You'll need to complete a quest line, and if you will complete this quest line, you will receive really special bonus. És a speciális bónusztól sok mindent érthetünk. Ugye Noise Guy és Logical Solution azon a véleményem van, hogy ez test lesz kibővítve, ugye két csíkkal, és ez örök életre ugye megmarad az akunton. És lehet nekik van igazuk, hiszen már kiadatbányázták az egészet, csak ugye nem írhatják le, mert akkor bannolják őket. Amúgy az is gusztustalan, hogy amikor például tegnap ugye kirakták a 4., 5., 6. részt, 20 percre rá már volt egy emberke, egy levehetetlenes emberke, aki írta, hogy ezt kell csinálni, ezt kell leadni, ez a küldetés, stb. Persze, hát biztosan. De mindegy, ez egy másik téma, hiszen biztos nem csalók segítenek ezeknek a content creatoreknek, hogy minél hamarabb kirakhassák a videójukat és az információkat, amik 100%-ig validak. De a lényeg, hogy fussuk át, hogy mit kell csinálni a küldetés sorozatnak a 4., 5. és a 6. részében. A küldetés sorozat 4. részében vissza kell mennünk Shoreline-re, és ott meg kell akadályoznunk Sanitár és a Gunsok közötti bizniszelést. Ugye Sanitár és a Gunsok 100%-osan beélednek Cottigierába. A küldetés akkor teljesül, hogyha bementek Cottigierába, tehát akkor ott felvillan a küldetésnek az a része, hogy elértétek a lokációt, ahova be kell jutni. A másik része pedig akkor teljesül, amikor valamelyik boss meghal. Tehát vagy a gunszok halnak meg teljesen, vagy Sanitárt ölitek meg. Nekünk ugye sikerült ez a küldetés, viszont arra rájöttünk, hogy milyen irányokba szabad bemenni, tehát mindenképpen a part felől induljatok el, és vagy az ingyenes házba, vagy a fizetős házba próbáljátok bemenni, hogyha van nálatok kulcs. Eddig amúgy 10-ből 10-szer Big Pipe-ék és Sanitárék, hogy az ingyenes háztól balra állnak, tehát hogyha valaki arról közelíti meg, tehát másik faluból, vagy mondjuk ugye a Lighthouse-os kijárat felé jön valaki, akkor azonnal elkezd rátok lőni Bird Eye, Big Pipe, szóval lehetetlen bejutni. Tehát készüljétek fel lelkileg, hogy nem fog elsőre sikerülni, hiszen minden player ide fog jönni, a scav playerek ide akarnak jönni, hogy felcsipegessék a maradékot és megöljenek titeket. Ugye ott vannak a bosszok, hogyha rosszul píkelsz egyszer, akkor már meg is haltál, tehát tényleg nagyon fontos, hogy bejussatok, jó pozit találjatok, és nagyon jól le tudjátok tartani a dolgokat, és sajnos a küldetésnek még az egyik kitétele az, hogy élve kell kijutni a mapról. Azt nem mertem megpróbálni, hogy mondjuk megölem a bosszokat, és utána resetelődik a küldetés, ebben nem vagyok biztos. Excel azt mondta, hogy nem resetelődik a küldetés, tehát hogyha megvan a location point, megvolt a boss ölés, de véletlenül meghalsz, akkor elvileg nem resetelődik a küldetés, de inkább ne kockáztassatok, jó? Nekem az a taktika vált be, hogy duo partnerrel bementünk, levártunk egy bizonyos spoton, tehát vagy ingyenes, vagy fizetős, vagy ugye a piros garázs, és egészen az 5. percig levártunk, megöltünk majdnem mindent, ami jött, és utána szépen kifutottunk talán fele. És erről az epikus harcról sajnos azért nincsen képi anyag, mert pont a fájt előtt telt be a 2 TB-os HDD, és nem tudtam lementeni a klipet. RIP. A küldetés az 5., 6. része pedig nagyon egyszerű, ugye az 5. része az, hogy azt a laptopot, amit tanáltunk, oda kell adnunk mechaniknak, mert hogy hát Prapor nem éppen egy ilyen technikai zseni, viszont mechanik pedig nem dolgozik ingyen, és hát mechaniknak meg le kell adnunk 5 darab bitcoint. Ugye a bitcoinnak nem kell fájni rédesnek lenniük, szóval hogyha ki tudjátok barterelni. Az is jó, hogyha meghaltok, miután megtaláltátok, de ugye benne marad a gammába, akkor is le tudjátok adni.
és a BSG arra is adott megoldást, hogy hol tudtok leggyorsabban és legkönnyebben bitcoint találni. Hiszen aki nézte a Tarkov TV-t és beváltotta az utolsó giveaway kódot, az egy kulcsot kapott méghozzá Chekenai Apartman 15-nek a kulcsát. És jelenleg ez a szoba a legOP-b a játékban, én itt már találtam két bitcoint egymás mellett, három darab videókártyát, eléggé durva dolgok vannak itt elrejtve, lehet, hogy a BSG ezt nerfelni fogja, de lehet, hogy nem hiába adta nekünk ezt a kulcsot, aminek az ára amúgy iszonyatosan magas. A lényeg az, hogy ide bejutni nehéz, viszont teljesen megéri, mert mondom itt, tehát minden második körben fixen találni fogtok egy bitcoin például. Tehát röviden srácok, ennyi a küldetésekről, kiderül, hogy ma délután mit fogunk kapni, tehát hogy tényleg időzáros úgymond a küldetés, miután ugye leadtad az 5 bitcoint, vagy amúgy is megkapjuk az új küldetéseket. A másik dolog pedig, hogy sajnos vagy nem sajnos, ha tudjátok, kezdjétek el ezt a küldetést és csináljátok meg. Hogyha az előző küldetésekkel kapcsolatos guide videóm érdekel, akkor fent van a shortok között, egy percben elmagyarázom az összes küldetést, vagy megnézhetitek az előző rövidebb update videómat. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nektek jó küldetésezést, és találkozunk a legközelebb videóban, addig is jók lehetek, sziasztok!